1990-ben alapította édesapám a céget több másik kollégájával együtt. Alapvetően az első indítatás az volt, hogy munkabiztonsággal foglalkoztak, és 1995-ben, amikor lehetőség volt rá, akkor az üzemorvoslást is hozzácsatolták ehhez a területhez, mert ez a két szakterület nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz. 30 éve a munkavédelmi szolgáltatással foglalkozunk, jelenleg 35 főállású munkavállalóval dolgozunk, 70 alvállalkozó orvossal, üzemorvoslásban, 20 műszaki szakemberrel, akik munkavédelemben, tűzvédelemben, környezetvédelemben, gépvizsgálatokban is segítenek a partnereinket, ügyfeleinket kiszolgálni, és mindezt országosan több helyszínen tesszük, Budapesten, Pécsett, Kaposváron, Veszprémben, Szegeden és Szekszárdi központtal. Egy KFT, hogy 30 évet megél, az ugye ehhez hozzátartozik, hogy mik azok az értékek, meg normák, ami mentén működik egy ilyen cég. Az egyik az a tisztességes piaci magatartás, ami abban, hogy mi egy nagyon szabályozott jogszabályi környezetben kell, hogy működjünk, ez én úgy gondolom egy nagyon fontos érték. Aztán a minőségi támogató munkakörnyezet azért, hogy aki itt nálunk dolgozik, ő a szakmájára tudjon koncentrálni, meg arra, amit az ügyfeleknél tennie kell, és hogy az neki ne okozzon problémát, hogy a munkakörnyezet vagy a munkaeszköz nem áll rendelkezésre abban, hogy ő ezt maximálisan tudja csinálni. A másik az innováció és a fejlesztések támogatása. Két fő pillérre alapul a cégünk szolgáltatásai, az egyik az a munkabiztonság, a másik meg az üzemorvoslás. Hozzá kapcsolódott a tűzvédelem, aztán a környezetvédelem, a gépvizsgálatok, ami a cégeknél fontos, és ehhez még kiegészítésként utána későbbiekben hozzáraktuk azokat a speciális képzéseket, ami ehhez a szakmához hozzátartozik. Ez az elsősegélynyújtó tanfolyam, a munkavédelmi képviselőképzés, a tűzvédelmi szakvizsga, vagy a kisgépkezelői képzéseink. Helyszíni szemléket tartunk, és bejárásokat tartunk, és eközben tanácsot adunk az ügyfeleknek, amit egyébként írásban is dokumentálunk. A kapcsolódó dokumentációkat, azokat, vagy dokumentumokat, azokat elkészítjük az ügyfeleinknek, és a jogszabályok változásai mentén folyamatosan napra készen tartjuk. Ilyen dokumentációk a munkavédelmi stratégia vagy szabályzat, a tűzvédelmi szabályzat, a munkavédelmi szempontú kockázatértékelés, vagy az egyéni védőeszköz juttatások rendje, munkavédelmi meg tűzvédelemre vonatkozó oktatási tematika is. A másik, amiben fontos szerepünk van, az a munkabalesetek kivizsgálása, bár azt inkább elkerülni érdemes, mint hogy megtörténjen, de nyilván nem lehet olyan illúzió, mindenhol történik munkabaleset. Aztán bejelentett hatósági ellenőrzéseken is részt veszünk, és segítjük az ügyfeleinket abban, hogy ott megfelelően részt tudjanak venni, és minden rendben legyen. Aztán, ahol vannak gépek, és azzal dolgoznak munkavállalóik az ügyfeleinknek, például ilyenek, hogy targonca, présgép, békák vagy ollósemelők, ott is megbíznak bennünket azzal, hogy a gépeket, berendezéseket felülvizsgáljuk, de ezt munkavédelmi szempontú felülvizsgálatként csináljuk. Aztán említettem, hogy az üzemorvoslás az a másik pillérünk. Ezen a területen országosan három olyan területen működtetünk saját rendelőt, ahol a partnereinket ki tudjuk szolgálni, ügyfeleinket. Ez Kaposváron, Budapesten és a Szekszárdi központunkban működik ilyen rendelő, és ezen kívül az országos hálózatú ügyfeleinket a 70 alvállalkozó orvossal tudjuk kiszolgálni. Környéken az egyik egyedülálló szolgáltatásunk az a menedzser szűrés, vagy más néven nevezhetjük úgy, hogy az egészségünk felmérése, hogy ugye ne legyen komolyabb problémánk, hogyha munkavédelemről beszélünk, ugye az egy prevenció, hiszen hogyha egészséges, akkor sokáig tud dolgozni és munkaképes maradni. Hogyha valakinek legalább egy főállású munkavállalója van, akkor a szolgáltatási palettánkból bár biztosan lesz olyan dolog, amire mindenképpen szüksége van, úgyhogy ennek mentén az egy személyes vagy az egyéni vállalkozóktól kezdve egészen a multi cégekig vannak ügyfeleink, és hosszú ideje a piacon vagyunk, és megálltuk a helyünket, ezáltal van széles körű szakmai tapasztalatunk. A másik az, hogy ezáltal sokoldalúak is vagyunk, hogy többféle iparágban is tudunk ügyfeleket kiszolgálni.
a megbízhatóság, és még a másik nagyon nagy erősségünk az, hogy mi csapatban dolgozunk, ami azt jelenti, hogy ha valamelyik kollega elmegy szabadságra, vagy bármilyen oknál fogva távol van, attól még az ügyfeleinknek a kiszolgálása nem sérül, mert a másik kollega akkor beáll a helyére, és akkor ő tudja tovább folytatni az ügyfélnek az ellátását. Tehát ugye ez is egy plusz biztonságot jelenthet a velünk szerződött ügyfelek számára.